Házasulandó párok, hozzátartozók kóstolják a süteményeket, tortákat egy esküvő kiállításon. Hamarosan kezdődik az esküvő szezon. A pandémia alaposan átrendezte az elmúlt 2 évben a szokásokat, hiszen jellemzően kisebb létszámú lakodalmakat szerveznek. A szombati nap mellett hangsúlyt kapnak a pénteki vagy a vasárnapi esküvők, de már a hétköznapi szertartás sem ritka. 1984-ben kezdtem Dunaújvárosban, a Dunaújvárosi Vasastáncétesben néptáncolni, aztán onnantól egészen hosszú út vezetett odaig, míg 1999-ben a Dunaújvárosi Bartók Színházban a Bartók Táncszínház alapító tagja lettem. Hát onnantól kezdve aztán az életem a színpadon telt, még nem aztán 2013-14 környékén nyugdíjaztak, és akkor rengeteg energia és erő szabadult fel bennem. Hát a beszélőkémmel sose volt probléma, és egy hatalmas nagy kapcsolati tőkém is kialakult a színházas évek alatt, és akkor belefogtam egy kicsit, egy színházon belüli lakodalom volt, ahova felkértek, hogy akkor én vigyem a hangulatot, és akkor hát onnantól egy egyenes út volt, nem volt lehetőség kimaradni belőle, híre ment a dolognak, és hála Istennek a mai napig már több mint 220 lagzin vagyok túl. Meglepetés erejével ért mindenkit ez a világjárvány. Hát ketté kell választani a dolgot, ugye volt egy időszak, amikor az ifjú párokba kellett tartani a lelket, hogy már pedig meg lesz az a lagzi, már pedig ki fogunk tartani. Hát volt, aki sajnos feladta, vagy más időpontra helyezte a lagziát, de hát azt mondom, hogy aki kitartotta, ők mind jól jöttek. Tökéletes. Nagyon szépen köszönöm. Ami egy érdekes dolog, hogy hát egy kicsit a lagzik létszáma az visszaesett, tehát a 140-150 fős lagzik voltak Dunaújváros környékén a jellemzőek, most ezek visszaestek ilyen 80, legfeljebb 100 fősre, és ami még érdekes, hogy nagyon sokszor van az, hogy a szertartásra jóval többen vannak meghívva, mint akik utána már a közös családi ünneplésen is részt vesznek. Ez egy roppant érdekes dolog, hogy ez a fránya koronavírus, ez hála Istennek nyárra eltűnik, és a téli időszakra visszajön. Hát furcsa, mert ugye régen azért mindig megvolt decemberben, januárban, kötődik fontos eseményekhez is, családi eseményekhez egy ilyen lagzi, például valakinek a szülinapja, vagy mikor ismerkedtek meg, tehát vannak ilyen kultikus időpontok, amihez ragaszkodtak a párok. Hát most úgy tűnik, hogy általában ilyen áprilisban, legalábbis én úgy látom, hogy április környékén kezdődik el a lagzi szezon, és egészen október közepéig tart. Most már nem csak a szombatok, amik mennek, hanem a pénteki lagzik is nagyon szép számba, tehát nekem az idei évre már az összes péntekem is be van táblázva, de hallottam már arról, hogy szerdára is vállalnak. Szerintem minden időpontban, hogyha jól meg van szervezve és jól van lekoordinálva, akkor helytálló egy jó lagzi. A házasulandók leginkább a szabadtéri és a vidéki szertartásokhoz ragaszkodnak, akár csak ez az ifjú pár. Gergely Boglárka és Barocsai Bence júniusra tervezik a nagy napot. Így 4,5 éve ismerik egymást, és hát durván ilyen 9 hónapja vagyunk úgymond egyben. És az esküvőt azt ilyen nyár vége, ősz elején kezdtük el tervezni. Ilyen kisebb lagzit terveztünk, de szerintem 70 fővel már úgy egész jót fogunk mulatni. Hát nagynak még nem mondható szerintem, de a kicsit már túlnőtte. Igen. Ez a 70 fő. Ilyen közepes. És klasszikus, tehát a élőzenével, magyaros ételekkel, tehát szerintem ez a klasszikus vidéki lagzit tervezünk. Mindketten egyébként vidékiek vagyunk, és hát úgy hozta az élet, hogy felköltöztünk a nagyvárosba, vagyis ahhoz közel, viszont azt tudtuk, hogy mindenképp valami kis családiasabb környezetben szeretnénk tartani az esküvőnket. A legújabb módi, hogy a házasulandók számára esküvőkiállítást szerveznek, főként tél végén, hisz tavasszal már igencsak felpörögnek az események. Annyira nagy igény mutatkozott rá, ezért elkezdtünk ezzel komolyabban foglalkozni, és úgy gondolom a mai kornak megfelelően muszáj valahol egy kicsit megmutatni, főleg megmondom őszintén a helyi fiataloknak, hogy nem kell elutazni 100 kilométereket, itt helyben is nagyon jó lehetőségek vannak. Minden kiállítónk egyébként környékbeli, próbáltuk úgy összeválogatni, hogy a helyieket próbáljuk meg támogatni. Az esküvő kiállításon a mennyasszony és a vőlegény, valamint az örömszülők számos ötletekkel, tapasztalattal gazdagodhatnak.